Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna, Victoria 3 sorozata. Az előző részben egy picit az oszmánokba belekapargattunk, és a mai részben nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, mert az infami szintünk az valószínűleg még magas. Tehát az előző alkalommal, ahogy felment az infami, úgy rögtön egy csomó ország kijelentette, hogy Poroszországgal akarnak egyesülni, ami nem túl bíztató mi számunkra, de majd valamit kitalálunk. Most a Bavaria az most alattunk van? Tehát ők most ilyen... Nem. Ez annyira zavaró, hogy a briteknek magyar zászlójuk van. Hogy világi szinten mennyire idegesít egyébként, mert mindig meglepődök, hogy miért vannak ott a magyarok, amikor nem kéne. Ellenben viszont... Ezt jó lenne, hogyha azzal már tudnánk foglalkozni, viszont még mindig nem akarják. Még mindig nem akarják semmilyen formában. Mindenki ellene van. A multikultúra ellen. És az a helyzet, hogy a magyarokat valahogy nem tudom, nem is nyomjuk el ez ellenére. Annyira, hogy fellázadjanak. Tehát egyszerűen az osztrák-magyar monarchia nálam nem akar megtörténni. Hol van? Journalon belül itt van. Szóval azt mondja, figyeljetek, úgy néz ki, hogy sikeres a duális monarchia, hogyha nem diszkriminálunk a magyarok ellen. Ezt láttátok, hogy ezt a törvényt nem tudjuk behozni. Nem jön össze ez az event, tehát elbukjuk, és akkor is előjön a duális monarchia event, hogyha a magyarok fellázadnak, és 50 ponttal, 0,50-nel, az nem tudom, hogy az mit jelent, azt gondolom, annyit jelent, hogy 50%, nem tudom, mert amúgy 0,50 lázadás az elkezdenek lázadni. Tehát akkor ennyirevel azt is írhatnák, hogy lázadnak. Egyik se történik meg, mert a magyarok nem lázadnak, mert azért annyira nem nyomjuk el őket, és közben meg nem tudjuk bevezetni, hogy elfogadjuk őket, mert senki nem akarja bevezetni. Ellenben egy ilyen törvényt szeretnének. 5% eséllyel. Hát azt... A srácok azt felejtős elég rendesen. Public school... Ó, nagyon király. Egészségügy. Hát privát egészségügyünk lehetne. De lehetne akár, hát ezt nagyon nem akarják bevezetni viszont. Igen, mert az iparosok ezt nem akarják. Jó, az egészségügy az jó lenne, hogyha meg lenne, szóval a privát egészségügyet elkezdjük bevezetni. Viszont közben... Van még bürokrácia pontom, ha azt nézzük. Mennyi? 500-ba kerülne egy előrelépés? A titkos rendőrséget azt vinném előre, de igazából közben a rendőrséget is. Jó, kibírjuk igazából. Marad így is 300. Több mint 300. Mindkettőt nyomjuk egyel. Úgy mondjuk most bevezetjük a izét is, az egészségügyet. Most az egészségügyet is bevezetjük, és akkor az úgy nem annyira lesz jó pénzügyileg. De mindegy. Ők velük ezeket kapjuk. Aha. Ha visszalépünk, az 14 000 bevétel pluszt jelentene. Jó, hát akkor figyeljetek, srácok, sajnos nehéz időket élünk, visszavesszük a fizetéseteket. Ellenben viszont elkezdek építkezni. Ez így hogy néz ki? Mennyire tudunk építkezni? Gyerünk, mutasd a pénzügyi változást. Ez az, pluszba vagyunk. Tudunk építkezni, és pluszba vagyunk. Nagyjából semmi más nem fogok csinálni, csak azt... Látjátok, erről beszélek. Tartozunk egy obligation-nel Szicíliának. És követelik az egyik hadvezérünket. Végül is 61 éves. Oké, elfogadjuk. Végül is 61 éves. Nem tudom, honnan vitték el. Lehet, hogy innen. De ő védelmi hadvezér. Ő is már idős. 67 éves. Jó, akkor tudod mit? Rakunk egy új embert oda. Ahogy ne. Coppers kommandó. Innen vitték el valószínűleg.
És csak izéket, arisztokratákat tudok. Miért tudok csak arisztokratákat? Jó, akkor nem veszünk fel hadvezért ide. Addig nem veszek fel új hadvezéreket, ameddig nincs rá szükségünk ténylegesen, mert addig úgyis csak ülnek a seggükön, azt nem csinálnak semmit. Hát, ha megváltozik, tudjátok, hogy ne arisztokraták legyenek. Ha valaki nem tudná, hogy miért, azért, mert amint felveszel egy hadvezért, ő növeli a politikai befolyását az adott pártnak. És ha előlépteted, akkor még növeled a politikai befolyásukat. Ó, ez az. Előlépett az a törvény. Itt mi van? Ja, itt most ezért küzdesz, és kit tudunk meghívni esetleg? Ó, tudunk még valakit, hogy a Presidential Republicot előhozza, ami nem tudom megint csak, hogy mit jelent, pedig köztársaság, azt hiszem. Hogy hívják? A elnöki köztársaság? Igen, elnöki köztársaság lesz. És hát ő mondjuk elég populális. Legyen, meghívjuk őt is. Ezt elkezdik igen rendesen vezetni. Ez igazából azt hiszem csak azt módosítja, hogy milyen rendszerrel vagyunk, úgymond. Ami abból a szempontból nem lenne rossz, hogy elveszük az arisztokratáktól a politikai erőt. De itt nem a párttól veszünk el politikai erőt, hanem maguktól az emberektől, maguktól az arisztokrata emberektől. Tehát ez két különböző, ezt nehéz megmagyarázni, én sem értem teljesen, de van a párttól, amikor elveszünk politikai erőt, és vannak az arisztokratáktól elveszünk politikai erőt. Maguk az arisztokraták, az nem feltétlenül biztos, hogy az osztrák arisztokrata pártra szavaznak, vagy csoportra, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Mert ez itt a párt, ez a párt, ezek belül meg rétegek, de nem feltétlenül hozzájuk tartozik az adott személy azon belül. Értitek? Mire gondolok? Várjatok, ezt talán meg tudom mutatni esetleg itt a populáción belül. Itt vannak a parasztok. Tehát itt ugye itt vannak a parasztok. És arra gondolnánk, hogy ők a földműveseket támogatják, ugye? De itt egy csomóan olyanok vannak, akik nem álltak be még semmilyen párt mögé. Egy jó részük viszont mondjuk a izék mögött vannak, a földműves csoport mögött. Nagyon sok mindenkit diskriminálunk. Azt a jó édes picsa. Nagyon sok mindenkit diskriminálunk. Ó, ez az, behozzuk az izét. Magánegészségügyet. Ez tök jó. Nagyon szépen vezetik befele. Ha nem lenne infamin, akkor merre akarnék tovább foglalni? Akkor mehetnénk akár elfoglalni a maradék oszmán területet itt. Itt Olaszország felé úgymond így kizártam magam, mert itt ilyen védelmi rendszereink vannak, meg minden hasonló. Szóval az ott úgy nekünk nem segít. Poroszországot kéne leverni egyszerűen. Egyszerűen el kéne vernem a poroszokat. Azt kéne csinálnunk. Az több hajóra lenne szükségem, de így is csak épp, hogy pluszba vagyunk. Mondjuk itt készítünk még 3 hajót. Ezt fejezd be, mert az nem sokára megvan. Bővítsem az építkezésünket. Mert 6-ot építenek még mindig, elég sok vár. Tehát, hogy 6 épület még mindig vár rájuk. Nem úgy látom, hogy fogyna a magán szektornak az építkezése. Bejött az egészségügy. Az tök jó. Az nagyon jó lesz. Az egészségügy az nagyon jó lesz, mert akkor az javítani fogja az életszínvonalat. Hát igen, a felső rétegnek. A felső rétegnek javítja a színvonalat, de amúgy amúgy is javítja az életszínvonalat. Tehát ahogy nézem, viszont a halálozás az úgy csökken, hogy attól függ, mennyire vagy gazdag. Ez nagyon ismerős egyébként. Ez határozottan átment egy olyan szintű törvénybe, amit lehet nem akartam inkább bevezetni.
Ó, kommunizmus! Kommunizmus! Megjött a kommunizmus! Oké, és ez a döntés az, hogy mennyire szeretnénk kommunisták lenni. Azt hiszem, de igazából... Tehát a két döntés között annyi a különbség, hogy... A kommunistáknak akarjuk csökkenteni a politikai erejét, és a vonzalmukat, hogy mennyire vonzzák az embereket be, vagy mindenki másét, egy minimális szinten, és a vonzalmukat. Jó, nem, bocsánat, nem vonzalom, hanem hogy mennyire örülnek a döntésünknek. Tehát a véleményük rólunk. Politikai erőcsökkentés és a véleményük rólunk. Ellenben viszont mindkét esetben, ó nem. Itt az alsó eset, az alsó választásnál, az alsó rétegnél szerzünk lojalistákat, a felsőnél, a felső rétegnél szerzünk lojalistákat. Legyen a felső réteges. Nem tudom. Csak azért, mert nem akartam, hogy mindenki másnak a politikai ereje és a véleménye csökkenjen. Csak azért, hogy értitek, hogy az alsó rétegnek kedvezzünk. Egyáltalán mennyire erősek nálunk a kommunisták? Semennyire. Nálunk nagyon gyengék a kommunisták. Annyira, hogy voltak éppen tökre nem kell velük foglalkoznunk, mert semmilyen negatív módot nem adnak, annyira kevesen vannak. Hopp, itt van egy háború, az minket abszolút nem érdekel. Landbound, egy új párt. Ja, a földművesek készítettek egy új pártot, jó. Port maximális szintje 4. Jó, lehet, hogy szüneteltem, nem kéne majd az építkezést. Annyira lassan építkezünk, mert mindenhol ilyen turmoil van. Radikális lakosaink miatt. És azért radikálisok, mert diszkriminálunk ellenük. Annyira feltétlenül bosszantó, hogy nem tudok vele semmit se kezdeni. És nem tudom, hogy miért. Ja, de tudom, hogy miért. Mert mindenki ellene van. Valószínűleg az egyetlen egy valaki, aki nem lenne ellene, azok a izék lennének. Ezt meg is tudom nézni. A kommunisták lennének az egyetlenek, akik valószínűleg úgy vannak, hogy fogadjuk el egymást. Education, health, economy, free speech, children's right, labor right, army model, distribution of power, migráció, land reform, slavery. Nem, őket nem érdekli. Az érdekes. Biztos? Melyik alá tartozik? A citizenship alá. Nem, csak láttam volna, hogy ott van. Nem látom. Nincsen. Nem. A kommunistákat nem érdekli. Az nagyon érdekes egyébként. Én azt hittem a... Lehet, hogy az itteni kommunistákat nem érdekli, de úgy összességében úgy gondolnám, hogy aki kommunista, azt nem érdekli, hogy milyen kultúrához tartozol, csak azt érdekli, hogy egy munkás legyen, nem? Tehát, hogy... Á, ez fura nekem. 300... Ja, gondolom nem kap izét. 3719-ét. Nem kap elég építkezési pontot. Azért ilyen sok. Nem is tudom, hogy ezekre egyáltalán szükségünk van-e. Hát technikailag vasra van azért. Választás van, ja. Oké, dönthetünk arról, hogy kiket támogatunk egy picikét. A szabad konzervatív párttól elvehetnénk 20% momentumot. És kapnánk, legalábbis valaki kapna, ő Rural Forktól. Hú, vagy 2 évig kapunk negatívumot mindenkitől, -2-t. Mondjuk technikailag egyébként jók vagyunk mindenkivel, aki fontos. Jó, hát akkor kapjunk -2-t. Nem akarom elvenni a szabad konzervatív párttól a politikai vonzalmat. Vagy mi volt, nem is tudom már melyiket néztük ott. Hát ez nagyon nem fog összejönni ez a...
Ja persze, mert a kommunisták lennék, akik, lennének, akik ezt megszavazzák. Az nagyon érdekes viszont, mert mindkettő ilyen villanykörtés párthoz tartozik. Régebben tudtam a nevüket, de abszolút elfelejtettem. És ehhez képest ők viszont ezt nem akarják megszavazni. De ők is meg akarják szavazni, de valamiért ott nincsenek ott. Érdekes. Bővítsem az építkezési szektorunkat. Az azt jelenti, hogy akkor még izét... még emberbe kerülne. Mondjuk nem olyan drágák a dolgaink. Szépen lent tartjuk most. Na, most feljebb ment a... Hú, elfelejtettem, hogy hívják ezeket. Én állami szektoroknak fogom most nevezni, de nem emlékszem, hogy hívják. Van valami nevük ezeknek. És feljebb tudtuk küldeni. És bürokrácia problémák vannak. Wow! A földművesek lettek megszavazva? Na ne szivassál már. Ó, és nincs elég ilyen izébefolyásom. Jaj, nem akarom a földműveseket, ne léci. A földműveseknek olyan fasság törvényeket akarnak bevezetni. Nemzeti milícia, mondjuk a professzionális sereggel is rendben vannak. De a rendőrséget meg akarnák szüntetni. El akarnak zárkózni, tehát a szabad kereskedelem ellen vannak. Oh no, bro. Ezt nem. Ebből mennyit kapunk? 7000-et. Jó, ezt visszavonjuk. És akkor van befolyásom, és nem. És elnyomom őket a picsába. Nagyon nem szeretném a földműveseket beengedni a parlamentbe. Nem is tudjuk beengedni őket, hogyha elnyomjuk. Szóval most ez így marad így. Köszönjük szépen. Hiába szavaztátok meg, a király döntése, a király döntése. Majd meglátjuk a következő szavazás mit hoz. No, még lojálisabbak lesznek a katolikus church. Francia forradalom, a 20. már ebben az évfordulóban, évezredben inkább úgy kéne mondanom. Hogy állunk infamiban? 11. Még el fog tartani egy darabig. Viszont szépen egész sok pénzt keresünk most. Most egész jól jön be a pénz, úgyhogy építkezünk. Nem akarom levinni teljesen. De lehet, hogy bővíteni fogjuk az építőipart. Egy minimális szinten, egy nagyon minimális szinten. Mert stagnál a privát szektornak az építkezésé. Azt akarom, hogy ne várjanak épületei úgy annyira. Tudjátok, tehát egy picit fogyjanak. Sőt, most növekedett is, most 7 van megint. Négy-ötezerbe kerülne. Ja, és nem is számolja a fizetéseket. Jó. Oké, akkor hol van infrastruktúra? Albánia. Vannak helyek tényleg, ahol most nincsenek. Jó, oda kettőt építünk, akkor ez lesz, ez a kettő lesz. Ez nem is tudom, hogy mennyivel fogja növelni az építési szektorunkat. Ez mennyinek számít vajon? Van egy hely, ahol egyes szinten van. Itt? Hát ezt nem fogjuk látni. 5,7-et ír, de az biztos, hogy nem igaz. Annál biztos, hogy többet adnak. 233 izé pontunk van. És ennél bőven több épületünk van valószínűleg. Ó, itt mehetnénk följebb. És akkor gyorsabban képeznénk katonákat. Az jó lenne. Valahol nem ez van bevezetve. Valószínűleg lehet új helyen. Hol az építési szektor? Nem itt van. Ja, itt van egy külön construction. Ja, itt akartam megnézni. 40 ilyen épületünk van. Most 40x5 az 200. Ez 233, ez nem annyi. Ért? És még csak 38 van kész, tehát még kettőt készítenek. Na, viszont eljutunk oda végre, hogy...
hogy megépítettünk mindent, amit akartunk, szóval konkrétan most már nem lesz mit építenünk, és végre rakhatok be új építési dolgokat. Mindjárt meg is nézzük, hogy mi lenne az, ami jó lenne. És csak gyorsan le akarom tudni, hogy menjen gyors bele ez az idő. Hát lehetne a mezőgazdaságot fejleszteni, hogy a búza olcsóbb legyen. Ha megnézzük itt a populációt, és valahol itt, igen, itt ezt a részt, azt mondja, hogy a pénzük 18%-a megy el adózásra az alsó rétegnek. És 35%-a a szükségleteiknek. És láthatjátok, hogy rögtön az első, amit mutat szükséglet, ami a legdrágább, amire költenek, az a búza. A középrétegnek is a legdrágább. És éppen rohamot kap a játék. Szóval ha a búzát csökkentjük még jobban, akkor a közép és alsó rétegnek is kedvezünk. És igazából a ruha is a harmadik meg a második helyen van. Szóval azok tök jók ott. Azt valószínűleg akkor most csinálunk is egy olyat. Na, menjünk vissza ide. Az agrár. Nem is kell megnéznem, egyszerűen csak lerakunk oda, ahova lehet. Albániába például pakolhatunk is. Egy csomó helyre rakhatnánk. Itt mondjuk nincs infrastruktúra, itt nincsenek munkaerők, szóval ezekre a helyekre rakunk. Mennyit termel? Miért a ja, 20 búzát? Hűha! Az nem sok. Van jobb búza technológiánk? Nem nagyon. Hát ezekre viszont szükség van, tehát hogyha ezt így lenyomom, akkor az igencsak lecsapja. Jó, hát akkor lehet, hogy nem ártana. Fertilizer. Aha. Ez itt, erre átmegyünk, és akkor ez itt sokkal többet termelne. Jó, akkor azt a technológiát fogjuk elkezdeni. Ez a warmongering, ez most ez nagyon jó, meg nagyon hasznos, de akkor legyen előtte ez, mert ez 20 hónap. Hol van? Itt van, ezt megcsináljuk utána. És utána a Multi Alliance-t. Jó, ezt 20 hónap is megcsináljuk, és akkor feljebb tudjuk venni a mezőgazdaságunknak a technológiáját. Akkor viszont azokat ott megépítjük, azokat hagyjuk megépülni. Amire viszont szükségünk lesz viszont, az ez. Százat készítenek. Hogy állunk most a piacon ebből? Ez ilyennek számít? Aha. Minusz 116. Azt mondja, hogyha mi erre átállnánk, akkor plusz 880-at fogyasztanának. Ez komoly. Hát ezt a 880-at azt nem fogjuk tudni ellátni, szóval lehet nem fogunk tudni egybe átállni. Itt még mindig az alaptechnológiát használjuk, igen. Viszont, várjatok, ez a technológia, ez előjön ugyanabban a technológiában, amit most fejlesztünk. Tehát előjön azzal, hogy a mezőgazdaság tudja ezt, mi az, trágyát használni, ami azért vicces egyébként, mert így is használ, tehát így is valamilyen szinten használ, mindegy. A lényeg az, hogy erre átállunk, akkor tudjuk a termelést is növelni majd ott. Egy 250-nel fogja növelni. Ami annyit mond, ha én most növelem 5-tel, az 500. Átváltunk erre, az még 500, szóval kapunk egy 1000-est, ami pont arra elegendő, hogy kiegyenlítse magát. Szóval 5-tel kell növelnünk ezt a fajta iparunkat. Azt mondnánk nekem, hogy hol van nagyon nagy infrastruktúra. 1, 2, 3, 4, 5. Úgy, yay boy! Repüljön. Itt mennek a háborúk. Ó, vezessük be a izét. Azt szeretnék. Hú, az... De nincs nekünk bevezetni ilyen? Ó, még ilyenünk sincsen.
Tehát nincs társadalombiztosításunk. Hát akkor figyeljetek, ezt mint a viharbe fogom vezetni. Az is igaz, hogy ez pénzbe kerül. Mit tudunk még? Migráció, kontroll. Igen. Private, public, igen. National, guard. Total separation, az marad. Jó. Oké, okay. Ezt bevezetjük, mert ez is az életszínvonalat valószínűleg javítani fogja. Mit szeretnének az amerikaiak? Szeretnének egy kereskedelmi egyezményt. Legyen. Mindenkivel csinálunk kereskedelmi egyezményt, mert szabad kereskedésre akarok rámenni. És tudunk mi is importálni, meg exportálni jobban olyankor. Tehát, hogy nem abból keressük a pénzt, tudjátok, hogy a határon megszedjük magunkat, hanem abból keressük a pénzt, hogy az iparágunk be tudja hozni azt a nyersanyagot, átalakítani, és mondjuk exportálni, és akkor rengeteg embert fizetünk, adót kapunk belőlük, bla bla bla. Megvan ennek a logikája, hogy a szabadkereskedelem miért működik olyan jól, mint ahogy működik. Hogy állunk időben? Ha, nagyszerűen. Még rengeteg időm van ebben a videóban. Jó van. Ó, oszmánok. Van egy oszmán kis forradalom. Kit érdekel? Nem akarunk ezzel foglalkozni. Hogy áll az infami? 6. Jó. Akkor még majdnem egy teljes évig nem fogunk tudni támadni. Tudnánk technikailag támadni, csak nem szeretnék. Ellenben viszont... de el van foglalva itt minden. Poroszország mennyire számít erősnek? 6500. 10000. Igen. Az a baj, még mindig nem látnánk el pénzügyileg a saját katonaságunkat. Questionable practice. Így növelhetnénk az életszínvonalat 5 évre. Szóval 14000 bevételbe kerülne. Nem. Viszont mínusz 10 bürokrácia, de a katolikusok jobban elfogadnak minket. Hogy állnak a katolikusok jelenleg hozzánk? Mínusz 1. Nem érdekeltek. A katolikusok pont nem érdekelnek. A vallásos személyek és a földműves pártok. Ez a kettő egyébként az, amelyik így az államba így be nem engedném. Be nem engedném, mert olyan maradi dolgokat akarnak bevezetni, amivel az ország csődbe menne egy idő után, vagy elfoglalnának minket a picsába. Még lehetne följebb küldeni az innovációnkat rendesen. Igen, csak sokkal mehetne. Ezt kellene még egyetemeket építenünk. Amúgy, ha megnézitek, igen rendesen felugrott az írni-olvasnival tudók száma. Igen rendesen megugrott az egész. Az életszínvonal is úgy érzem, hogy most már azért növekvőben van. Tehát valamit elkezdtünk jól csinálni. Egyetemek. Hol nem építettünk egyetemet? Oda tudunk például. Oda mehet szintén. Hát itt az infrastruktúra az mínuszba fog esni, szóval nem. Úgy, hát ez elég sok egyetem. Nem tudom, hogy mennyit fognak adni, meg kéne néznem. És akkor úgy ki tudjuk számolni. 3 innovációt ad egy. Mi most készítünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at. Az 16, 24, az még mindig nem elegendő ahhoz, hogy maxoljuk, mert az csak 100... 130, 140 lesz. Ah, de akkor pont maxoljuk. Jaj, nagyon jó. Ó, abszolút nagyon jó. Az teljesen jó. Hát akkor ennyi. És akkor gyorsabban be is tudjuk vezetni ezt a mezőgazdasági fejlesztést. És akkor értitek, onnantól kezdve még jobb lesz a helyzetünk a mezőgazdaságból. Egy mezőgazdasági állam vagyunk mi így Magyarországon alapvetőleg, az osztrákok alatt jelenleg, és nincs fejlesztve a mezőgazdaság igen rendesen. Tehát nagyon-nagyon így az előző században maradtunk ebből a szempontból. A sok háborúzás, tudjátok, más prioritások voltak. Na, 75%-kal? Ha? Ez az most van, szavazás megy róla.
Gyerünk, szavazzátok meg, kedveseim, az is növeli az életszínvonalat. Ellenben viszont szerintem bürokrácia mínuszba fog pusztít, lökni minket. Igen, nagyon úgy tűnik. Nagyon úgy tűnik. Szóval még mielőtt ez megtörténne. Adózási kapacitásos helyek. Hát... Nem tudom, hogy egy ilyen épület mennyi bürokráciát nyújt. 65-öt. Nem sok. 120 kéne, szóval 2 minimum kéne, 3 a biztos. Úgy. És elkezdjük priorizálni, mert erre már holnap reggel szükségünk lesz. Ó, de zavaró ez a radikális állam. Mindenhol olyan lassan építkezünk, mint a fene. És növekszik a radikálisok száma. Tehát nem is csökken, hanem növekszik. Mondjuk növekszik a lojalistánk száma is, de valószínűleg ennek az oka az, hogy növekszik a lakosságunk száma. Jó, szerintem kettőt meg fogunk csinálni, mire megjön a törvény. Hú, 40 ezer bevételünk van. Mi a fene? Hogy lett ennyi bevételünk? Hát én bővíthetném az építkezési szektort megint. Sőt, a bürokráciánk is növekedett most csak úgy. Hát viszont bevezettük ezt, szóval visszazuhant 200-ra. De tök jók vagyunk, nézzétek a jó oldalát, tehát pluszban van. Még építünk még egyet. És jó lesz, egy 80 ezer bevételünk van? Honnan? Elected bürokrácia. Ó. Szóval ezt szeretnék innen átvinni ide. Ez az adózási kapacitások 20, plusz 25%-et elveszítenénk, viszont minden egyes ilyen állami szektorunk, állami intézmények, azt hiszem intézmények voltak, azok 15%-kal olcsóbbak lesznek. Ami egyébként nekem tetszik, ez jó, akár ezt be is vezethetjük, mert a 25%-os adózási kapacitásra nincs most annyira szükségünk. Tehát, hogy úgy mindenhol tök jók vagyunk, ha megnézitek. Mindenhol adózási pluszban vagyunk. Valószínűleg vissza fogunk esni elég rendesen sok helyen. De nem baj, mert amúgy is kéne adminisztrációt építeni, hogy bürokrácia pontokat gyűjtsünk. Viszont nem kell amiatt bürokrácia pontokat gyűjtenünk, mert 15%-kal olcsóbb lesz ezen túl ezek a intézmények. Mindegy. Mindegy. Jó, ez, figyelj, csináljuk úgy, hogy kicsit így... Ha, nem, így. Így. Egy kicsit bontjuk le, hogy kezdjük el az egyetemeket építeni. Sőt, hát ha ekkora pluszban vagyunk, én nem tudom, hogy ugrottunk ekkora pluszba. Mi az, ami megugrott? A bevételünk az megugrott. Aha, az adózásunk is megugrott. Ja, a diplomáciai egyezmények az a oszmánoktól a bevételünk. Úgy tűnik, hogy többet kezdtek el adózni egyszerűen. Lehet, hogy nem tudom, csökkent a radikálisok száma. Méghozzá rengeteggel. Kevesebb radikális lett, mert bevezettük a törvényt, amit követeltek. És ezért jobban adóznak most. Cool. 23 ezer van még így is. Amit akartam, hogy az építkezési szektort akkor megküldjük megint. Ott, ahol nagyon sok lakos van. Mert ott valószínűleg sokkal többet fogunk építeni. 1, 2, 3, 4, 5. 5-tel. És akkor ez így. Illetve ezeket léci, ezt priorizáljuk, mert ezt csak mi tudjuk építeni. Jó, én szerintem fogom.
Mondjuk 73 éves, mindjárt meg fog dögleni. Ezt úgyse fogják megszavazni soha az életbe. És azért nem akarom, hogy ezt csináljam, mert növeli a radikálisok számát. Mondjuk lehet, hogy növeli a lojalisták számát is ezzel. Azt nem tudom. If you want peace. Jó, a katonaságunknak ez a döntés tetszett. Szicília kereskedelmi egyezményt szeretne. Legyen! Legyen kereskedelmi egyezményünk. És az infomink lement. Srácok, következő részben háborúzni fogunk megint csak. Aztán... bejött ez a cucc! Yes! Nincs teljesen kész a trágyáink, viszont... ez mehet erre átállni, és szerintem ez is mehet erre átállni. Úgy, a trágyáknál meg átállunk a jobbik megoldás, az vasba kerül. És nézzük meg, hogy hogy alakul most a helyzete ezeknek. Itt a staple goodba, itt... ja. Hű, de brutálisan sok búzát termelünk most. Nagyon nagy pluszba vagyunk. Eddig 11%-ot költött erre az alsó réteg. Most már csak 8,7%-ot. A középső réteg is csak 8,1%-ot. Eddig a közép rétegnek ez volt a legdrágább szintén. Nice. Ezzel valószínűleg javítunk az életszínvonalukon. Az a kérdés, hogy a... igen, az elég drága. Elég drága a trágyánk. Trágyánk az elég drága, így is, úgy is, egyszerűen. Lehet, hogy nem vettem azt számításba, hogy ezt átállítjuk. Nem állítom vissza. Azzal nem lesz jobb. Ellenben használhatnának szerszámokat. És akkor kevesebb munkás lenne. Hát az... annak kifejezetten örülnének, hogyha kirúgatnám a munkásokat. Annak biztos nagyon örülnének sokan. Ez nem tudom, hogy hogy ugrott fel ennyire. Nem ennyit írt. Tehát 900-at ír különbségnek, látjátok? 900-at. Itt is, e között is csak 200 van. Mindegy, rossz volt a számolásom, nem tudom, hogy hol. Ellenben viszont akkor... lehet, hogy még az, hogy ez a kettő... nem, az a kettő nem fogja megoldani. Mindegy, ezeket kezdjük el priorizálni inkább, hogy menjen kicsit lejjebb az ára. És még szükségünk lesz rá. ...154-et készítenek, az 300 lesz. 1100 fog még kelleni azon kívül. Akkor ez még 300, ez még 300... az 600, 750, 900. Akkor ezzel fogjuk kiegyenlíteni. De építsünk még egyet, hogy legyen teljesen megoldva a szituáció. És arra vagyok kíváncsi, hogy ez mit követel viszont. Vasat és szulfurt. Jó, az valószínűleg az van. Azzal valószínűleg rendben leszünk. Ezeket küldjük lejjebb. Ezt küldjük lejjebb. A vöröse jelzi azokat, amiket lassabban fog megépíteni. Ezt is lejjebb küldjük. És direkt ezért megpróbálom picit priorizálni azokat, amik... mondjuk ezt... ezt már majdnem befejezték, azt meg is hagyom, nekik fejezzék be. Amit gyorsabban megcsinálnak, hogy hamarabb legyen hatása. És még tudnánk az építőiparral feljebb menni. Vagy életszínvonal javítás, srácok. Ez a teljes bevételünk lenne itt. Ez bizony a teljes bevételünk lenne. Azt tudjuk csinálni, hogy lejjebb vesszük a katonaságnak a fizetését, az csak 5000-et adna nekünk. Hát igen, most mínuszba is lennénk. Nem baj az, ha mínuszba kerülünk, ha lejjebb vesszük az adót. Sőt, ezzel nem is tudnánk megoldani, igen, most ez így nem is egyenlíteni ki magát. Jajjaj, itt majdnem ez megtörtént. Hát ezt nagyon nem akarják bevezetni. Jó, hogyha ezt csináljuk, akkor 5%-kal növel az, hogy bevezetik.
és csökken viszont az ő vonzásuk. Rising Concern. Jó, katolikusok veszítenek a politikai erejükből. Legjobb. Szóval nem baj, ha mínuszba kerülünk, mert amúgy is építkezünk, ugye? És javítanánk az életszínvonalat, viszont azt szeretném, hogy még gyűjjön egy picit a pénz. Hogyha a háborúra kerül a sor, ugye most van 5 milliónk, nagyjából nem is tudom, mennyi lehetne. Ez valahol ezt írja itt. Itt valahol van... Ott a limit. 12,3 milliónk lehetne összesen. Szóval az jó is lenne. 10 millióig jó lenne elvinni, hogy legyen tartalékunk. Ellenben viszont, srácok, elérkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem, jól szórakoztatok. Most elég rendesen gazdaságot erősítettünk. Szerintem tök jók vagyunk. Szerintem tök jól állunk most már. Amint elverjük a poroszokat egyszer a német egyesítési vitával, onnantól kezdve valószínűleg itt nem lesz ellenfelünk több. Tehát egyedül a poroszok a problémásak itt nálunk, mert nem tudjuk áttörni a határt ott, és nem tudunk partra se szállni, mert nincs annyi hajónk. De szerintem, hogyha elkezdenék rámenni, most rá tudnánk menni arra, hogy legyen 100 flottánk, és az a 100 flotta az el tudná vinni a 100-as hadosztályunkat, a Coppers kommandót, és azzal valószínűleg el tudnánk foglalni egy partra szállással a dolgot. Mit szeretnétek? Bürokráciát veszítenénk, meg még egy setbackünk lenne. Jó, próbáljuk meg azt. Ezt nem fogják bevezetni. Ami kicsit szomorú, de közben annyira nem is fontos nekem. Na jó, a legközelebbi videóig nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit megnéznétek. Ha tetszenek a videók, akkor gondolkozzatok el azon, hogy valamilyen formában támogassátok a csatornát. Növeljétek az életszínvonalat is, mint ahogy mi növeljük itt az osztrákoknál, illetve Magyarországon is ezzel együtt. Békésben egész jó az élet, és délvidéken is. És a legközelebbi videóig pedig. Sziasztok!